Tegnap ünnepélyes keretek között adták át a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által irányított Szovátai Brunswick Teréz Erdei Iskolát és a Rekreációs Központot. A felújítás Magyarország kormányának támogatásával valósult meg a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében. A 11 már létező faházikót újítottuk fel, illetve egy bővítést is magába foglal a mostani munkálat, és ennek a lezárását ünnepeltük ma, illetve ennek az átadására került az új kempingnek, az átadására került ma sor. Tulajdonképpen a régi faházikók egy-egy fürdőszobával bővültek, illetve a falakat szigeteltük, önálló fűtő, fűtőrendszert kaptak a házikók illetve a bővítés az további négy ház építéséről, egy sportpálya építéséről szól, illetve a közösségi terek is megújultak, gondolok itt az előadó terekre, tehát a filegóriára, ennek a tetőterére, illetve a korábbi közös terek, a közös mosdók már okafogyottá váltak, és ezek helyén kialakított étkezőre, konyhára gondolok, ezek mind-mind a mostani felújítási munkálatnak képezik részeit. Ugyanakkor új felszerelésekkel bővült a táborhely korszerű didaktikai technológiai eszközökkel, okostáblákkal, valamint minden olyan oktatás segítő eszközzel, amely ma már nélkülözhetetlen a modern oktatásban. Az erdei iskola teljes mértékben megfelel a 21. század követelményeinek. Kényelmet nyújt az odalátogató diákok, pedagógusok, vendégek számára. Ugye mi a a lehetőségek és a, feltételek megteremtésével teljes mértékben azokra is bízzuk a programok szervezését, akik használatba igénylik a használatát a, teleki kertünknek. De ezen kívül vannak olyan programjaink, amelyeket nagy szeretettel ajánlunk az iskolák, tehetséggondozással foglalkozó kollégái, figyelmébe ajánlunk, de erre már olyan táboroknak a szervezésével is igyekeztünk felhívni a figyelmet, amelyet az idén nyáron bonyolítottunk az anyanyelvápolás területén, illetve a Magyar Nyelv és Irodalom tantárgyverseny győzteseinek szerveztünk tábort, vagy pedig a robotika területén, a programozás területén kitűnő, vagy az iránt érdeklődő gyerekek számára sikerült nagyszerű egyhetes tábort szervezni. Úgyhogy tulajdonképpen mi nem szűkítjük le, vagy szűkítjük be a lehetőségeket, szabadon eh, engedjük, hogy, sőt kérjük a kollégákat, hogy minél gyakrabban, minél többen vegyék igénybe ezeket a nagy-nagy lehetőségeket, amelyeket a telekikert, a Brunswick Teréz Erdei Iskola és Rekreációs Központunk immár kínál számukra. A táborhely melletti telket is megvásárolták a szovátai önkormányzat segítségével, így sportpályával, dézsákkal és immár 60 férű helyesre bővült szálláshelyel várják a diákokat és pedagógusaikat, hogy természetközeli táborhelyen pihenjenek és fejlődjenek. Folyamatosan ö, alakultak a terveink, hisz volt egy alapelképzelés, ami a régieknek a felújítás, a régi házikóknak a felújításával függött össze a központépületünknek a modernizálásával, átalakításával, de nyilván ahogy sikerült megvásárolnunk a önkormányzattól a mellettünk levő szomszédos terket, akkor már gondolkodtunk a a sporttelepnek a létrehozásában, egy olyan hely kialakításában is, ami a szabadidő eltöltésére alkalmassá teszi a ezt a lehetőséget kínálja a táborban üdülőknek. Az avató ünnepségen a szovátai sírülők néptánc csoport is fellépett, majd Bíró Zsolt, a szovátai telekioktatási központ igazgatója, Burussi Klódi Botond, az RMPS elnöke, és Varga Ferenc konzul közösen vágták el a megújulást jelképező szalagot.